Ha azt mondom minőségi magyar sorozat, akkor úgyis az HBO jut az eszedbe. Arany élet, terápia, társasjáték, a besugó. Erre jött az RTL is, azt mondta, hogy azért nem úgy van az. Amikor úgy döntöttek, hogy ők is beszállnak az internet, akarom mondani, a stream bizniszbe, és elindították az RTL Plus-t, még a fene se gondolta volna, hogy olyat mutatnak, amitől az HBO-nál is kicsit megizzadnak. Arra meg aztán végképp nem számított senki, hogy ez a valami egy Zámbó Jimmy sorozat lesz, ami nem csak jó, hanem az egyik legjobb magyar sorozat, amit valaha készítettek. Igen, a király nem csak szimplán minőségi munka, hanem oda tehető a legjobbak mellé, és akár még fel is ülhet a trónra. Aki hozzám hasonlóan nem hitte volna, hogy ez összejöhet, az tényleg ne kezdjen ellottózni, másrésztről pedig miért is hittük volna, hogy sikerülhet? Az életrajzi filmek nem feltétlenül szoktak annyira bátrak lenni, itthon, főleg az RTL sorozataitól pedig nem várta az ember, hogy valaminek úgy lenyúl a mélyére, hogy attól utána az egyszeri rajongó sem énekli már olyan könnyedén azt, hogy szeres úgy is, ha rossz vagyok. De megtették és bemutatják a kedves egybegyűlteknek, Zámbó Jimmynek azt az oldalát, amit csak szóbeszédekből tudunk. Hogy ez mennyire hiteles? Hát ezt sosem fogjuk megtudni, de az biztos, hogy ezt a forgatókönyvet elvileg mindenki látta és mégis leforgathatták. Ami jó! Mert a király egy nagyon bátor sorozat és bizony-bizony nem mossa tisztára Jimmyt, sőt, megmutatja, hogyan lett belőle nagyot álmodó, pofátlan és kitartó zenészpalántából egy kvázi igazi rockstar, akinek nem lehet ellent mondani, és aki megszerzi, amit akar, még akkor is, ha mindenki azt mondja neki, hogy nem szabad, sőt, akkor aztán még inkább. A király egy olyan Jimmyt mutat be, aki bár az ország talán legnagyobb tehetsége, mégis kibírhatatlan személyiségű, makacs és erőszakos csávó, roppant öntörvényű és veszélyes is. Mégsem tud tőle szabadulni senki, mert van benne valami, ami vonza az embereket. És ez az igazán érdekes kérdése ennek a sorozatnak, hogy miért szeretik és rajonganak ezért az emberért. Ezt a kérdést egy ponton maga Jimmy is felteszi egy rajongójának, miközben gyakorlatilag porigalázza. Szeretik, mert ő Jimmy és ő erős. Szinte egyetlen olyan kapcsolata sincs, amire ne lehetne ráaggatni a bántalmazó jelzőt, mégis mindent megúsz, mindenki mellette marad, mindenki visszatér hozzá így vagy úgy. És igen, mindannyian tudjuk, hogy ennek egy része fikció, de azért a nagyobb része valószínűleg nem az. Persze annak, aki rajongott Jimmyért, ez fájni fog. Mert ahogy a sorozat minden rész elején fogalmaz, a sztori igaz történetek és hazugságok alapján készült, de nem csak arról van szó, hogy fikciós elemeket is tartalmaz, hanem arról, hogy a hazugságok egy része magától Jimmytől származik. Jimmy ugyanis a sorozat szerint nem félt ordas nagyokat kamuzni azért, hogy profibnak tűnjön, mintha nem lett volna elég, hogy olyan hangja van, mint senki másnak, ő ennél jóval többet akart. Azt szerette volna, ha a múltja is érdekesebb, nem csak annyival intézték volna el, hogy egy füstös kocsmákból a csúcsra jutott csávó, mert az nem hangzik olyan jól, mint az, hogy Amerikában maga Mariah Carey is gratulált a teljesítményéért. A király baromi ügyesen építi fel Jimmy tragédiáját, és nem véletlenül használ el két színész Jimmy szerepére. Az énekes életútját ugyanis két részre bontja. A szárnyát bontogató zenészére és a már befutott legendára, ez pedig két különböző embertípust is jelent, legalábbis részben. Jimmy fiatal korában sem igazán ismerte a nem szót, és már az első részben csalja a terhes feleségét a szomszédlánya Ledittel, de ahogy Horst Fuchs annó a telesóban mondta, ez még mind semmi! Később ugyanis már egy önmagát mindenkinél többre tartó fegyvermániás, kifejezetten erőszakos fazonnak mutatják, ami egy olyan jellegű személyiségváltozás, ami nem csak egy idősebb színész, de másféle színészi játékot is igényel, és itt ezen a ponton válasszuk ketté ennek a sorozatnak a 10 epizódját. Az első felében olasz Renato egyszerűen baromi jó. A lehetőségeit felméregető óriási tehetség annyira jól áll neki, hogy nem is érdekel, mennyire nem hasonlít Jimmyre. Renato első blikre nagyon rossz választásnak tűnt, de ahogy mondtam, a lottó szelvények a lottózóban maradnak. A kaszanovási éveket, a maffiával kokettálást, a csajozást, az első lemez megjelenését, majd az abba csak nem belebukást olyan tökéletesen játssza el Renato, hogy azért díjakat szokás osztogatni. De igazából nem csak neki, mindenkinek! A fiatal Editet alakító Staub Victoria, az első feleséget játszó Sipos Vera, a Háfra Marit megszemélyesítő Bíró Panna Dominika egytől egyig csodálatosak. Az időugrás után pedig újabb csoda történik, hiszen belép a képbe a csodálatosnál is csodálatosabb Csákányi Eszter, az embertelen nagyot alakító Sel Judit, a mindig remek Túróci Szabolcs, na meg persze Nagy Ervin, akik előtt minimum kalapot illik emelni ezért a teljesítményért, de inkább 100 000, sőt millió kalapot. A szereposztás gyakorlatilag tökéletes, a forgatókönyv pedig jóval profibbannál, mint azt az ember elsőre hitte. Nyilván akadnak költői túlzások a sztoriban, és azt már azóta is többen jelezték, hogy Jimmynek azért volt egy sokkal kedvesebb oldala is, amit nem boncolgatott a széria, de azt senki sem tagadja, hogy valóban elképesztően kemény ember volt, és hogy tényleg úgy vitte magával a fegyverét mindenhová, mintha 3 éves lenne és plüssből készült volna.
Szó sincs egyébként arról, hogy a király itt ott ne jelenítené meg Jimmy jobb oldalát, néha emlékeztet arra, hogy ő is emberből van, de csak apró pillanatokra, hogy aztán folytatódhasson az őrület és kapkodd a fejed, hogy mi a franc történik Chapelen, ahol egyébként a stáb Jimmy házában forgathatott, Nagy Ervin pedig felvehette még Jimmy ruháit is. Lehet, hogy azt hitted, hogy Jimmy életéből nem lehet egy komplex, pattanásig feszült történetet kihozni, de Zomborász Virágéknak sikerült összehozniuk egy olyan forgatókönyvet, amibe egyetlen töltelék epizód sem került, nincsenek benne kínos párbeszédek vagy lapos karakterek, de akad benne dráma és feszültség bőven. Miközben a sztorinak olyan íve van, mint egy klasszikus bukás történetnek. Mármint úgy értem a legnagyobbaknak. Jimmy mindig is a legnagyobb akart lenni, hát megkapta a legnagyobb magyar sorozatok egyikét, amit ugyan sehol máshol a világon nem értenének és élveznének, de az itthoni viszonyok között ezt ennél jobban alig ha lehetett volna megcsinálni. Így mostantól a király az aranyélet mellett a második hivatkozási pont lesz, ha meg kell nevezni, hogyan kell jó magyar sorozatot készíteni. Hát így. Lehet, hogy néha Nagy Ervin játéka már-már paródiába viszi Jimmy karakterét, de valószínűleg ez is volt a cél, hogy egy kicsit oldja a feszültséget, mert feszültség, na hát az van, bőven. És ha már említettem az aranyéletet, azért ne menjünk el amellett, hogy egy kisebb aranyélet összeborulást is sikerült összehozni a Túróci Szabolcs, Olasz Renátó, Döbrösi Laura, Staub Viktória, Anger Zsolt, Lengyel Tamás hatosfogattal, amiért külön jár a piros pont. Viszont a lényeg a lényeg, a király valami olyan, ami itthon még sosem készült. Egy olyan igaz történet alapján gyártott sorozat egy legendáról, ami nem cicózik, leránt magával a mélybe, hogy lásd, mivel is járat a nagy tehetség, közben pedig olyan korrajzot mutat a 80-as, 90-es évek Magyarországáról, ami előtt csak leborulni lehet. Egyszerre kíméletlen és felemelő, reménytelen és brutális. Aki vakon rajong Jimmyért, gyűlölni fogja, hiszen őt nem lehet meggyőzni arról, hogy nem csak egy csupa szívember volt a rajongása tárgya, mindenki másnak viszont egy sötét utazás a megalománia poklába, egészen elképesztő színészi játékokkal karöltve. Lehet, hogy nem fogsz utána Jimmy dalokat hallgatni, hogyha eddig sem hallgattál, de az biztos, hogy mostantól minden sorozatot ehhez fogsz mérni. Az RTL-re pedig mostantól nagyon oda kell figyelni, mert nem csak tényező lett a sorozatgyártásban, hanem fel is ült a trónjára. Mondjuk ott már Jimmy ül, de talán van még mellette hely.